Mielőtt elkezded nézni ezt az interjút, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és támogasd a munkánkat a videó alatt található linkre kattintva. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV mélyviszínű műsorában, és köszöntöm Bárándi Péter ügyvéd urat. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, már nem emlékszem, hogy tegeződtünk, hogy magázottunk így hivatalosan a hát arra műsorban. Én sem egyébként tegeződünk, de hát akkor maradjunk a magázódásnál. Maradjunk a magázódásnál. Könnyebben udvariasabb az ember, mert egyébként úgyis udvariatlanak vagyunk egymással szemben. De rögtön egy udvariatlanság, hogy visszaélhetek-e azzal, amit itt még a kamerákon kívül beszélgettünk? Persze. Arra való minden, hogy visszaéljen vele az ember. Igen, de nem szeretek visszaélni. Arra utalok, hogy többször mondta azt, hogy ennek vége van. És szeretném tudni, hogy minek van vége. Nekem van végem. Nem önről beszéltünk. Ja, az igaz. Rendszerről de beszéltünk, van, ami van most egy kis egészséges üldözési mániám. Igen, azt gondolom, hogy annak vége van valóban, igen. Minek? Azt gondolom, hogy annak, amit Orbán rendszernek hívünk. Múltkor Bortól Bártól leírni azt a hírklikken, hogy az, én nem tartom a rendszernek az, amit az Orbán csinál. A rezsim az pontosabb talán. Oké. Okay. Ez így igényesebb és fontosabb. Ez valóban így van. Igen, igen. Szóval, hát gazdaságilag, miből látja, gazdaságilag vége, ugye hát azt látjuk, hogy mindig csak jövőre lesz jó. Igen. Ma borzalmas. Ugye a lefelé zuhanásból nem lehet fölpattanni. Tehát lassítani kéne, aztán onnan valahogy fölbukkanni a gödör aljáról. Ismeri ez a viccet, hogy zuhan lefelé, az ötödik emelet, az eddig megvan. Ja, eddig még jó. Na hát igen. Körülbelül itt tartunk. Igen, igen. Igen, igen. Ebből nem lesz fölfele, ez, hogy a gazdasági szakemberek, akik mondjuk nem tartoznak a rezsimhez, azok teljesen egyértelműen erről beszélnek. A jognak és az igazgatásnak a teljes szétesettségét, az pedig én is látom. De azért, ugye az utolsó elem, ez a mindig az igazságszolgáltatás, ami meghal egy rossz rendszerben, ő bírja mindig a legtovább. Mert? Mond, hát azért bírja a legtovább, mert az elemei, az emberek, akik benne dolgoznak, azok a függetlenségre szocializálódtak, a függetlenséget, mint értéket tartják számon a saját életükben. Ezért ellenállóbb ez a rendszer, ha ilyen elemekből tevődik össze, mint a többi, ugye, amelyik az engedelmességre van szocializálva, az igazgatás egyébként arra van szocializálva, hogy természetesen egy normálisan működő államon belül a szakmaiság betartása mellett, de hát azért mégiscsak az aláfölé rendeltség rendszerében dolgozzanak. Ez így jól van, hát különben nem tudna működni. De a bíróság, az igazságszolgáltatás, az nem így működik. Mindjárt visszatérünk. És ezért hal meg utoljára, és hogy optimizmus is legyen benne, nem, akkor nem lennének öngyilkosok. De hogy legyen jó is, ez ébred föl mindig a leghamarabb. Tehát az igazságszolgáltatás már 70-es években kezdett a klasszikus útjára térni. Tehát az elsőként a szocializmusban. Elterel engem az útvonalamról. Jó, és nem akarom. De szívesen veszem, mert azt mondja, hogy az igazságszolgáltatásban dolgozó emberek, értsd a bírák, értsd az ügyvédek, értsd a... Nem, az igazságszolgáltatáson én csak a bírót értem. Csak a bírót. Hogy én ezt nem látom, hogy pláne azt, hogy az OBT elnöke leköszönt, hogy ez valamiféle revelatív erővel hatna a bírói karra. Tehát szépen végzik tovább a munkájukat. Nem. Szépen végzik tovább a munkájukat, ha hagyják őket. De egyébként ilyen tiltakozási hullámot én még nem éltem meg, ami most a bírói kar vagy hivatásrend produkál.
ugye vannak bíróságok, ahol például az egyesület, mert van nekik egy egyesületük is, az egyesületnek a tiltakozását mindenki aláírta. Tehát bírók, titkárok, fogalmazók, jegyzők, mindenki, aki abban a házban létezik. Ez a tiltakozás most arról szól, amit a kormány kikényszerített. Igen, ilyen egységes, abszolút az. Ilyen egységes tiltakozást én még nem láttam, és azért a bíróról, ha eddig már beszéltünk az ő társadalomban elfoglalt helyzetéről, nála egy ilyen tiltakozás az borzasztó impresszív, mert nem nagyon, a helyzetét tekintve nem tud, hogy mondjam, olyan dekoratív módon tiltakozni. Ő nem tud kivonulni az utcára. Ő nem tud sztrájkolni. Nincs is joga? Nincs, és hát lehetősége sincs. Hát nála ez a maximum, amit most produkál, és az, hogy ez a tiltakozáshoz ilyen tömegben csatlakoznak, ennek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok. És manifest is ennek a jelentősége, hiszen Szabó, aki egy tisztességes ember egyébként, az OBT-nek volt elnöke, az tisztességes bíró volt. Én nagyon, hogy mondjam, a periférián ismerem, mert polgár is bíró volt, de ami ismeretem van róla, az ezt mondatja velem, és ezt mondatja velem az is, hogy hibázott, de levonta ennek a konzekvenciáját. Szóval ez azért ma Magyarországon, hogy egy vezető lemond, mert hibázott. A hiba abból áll, hogy és azért mond le, és bevallottan azért, mert hibázott. Ez szinte példa nélkül csak való. Hogy a nézők tudják, hogyha nem... Az OBT-nek az elnök. Igen, meg hogy azért történik az egész, mert hogy azt, amit itt zsarolásnak nevezünk, hogy így a van. Kormányzat azt mondta, hogy akkor kap a bírói kar fizetésemelést, na, jelentősen el vannak maradva a bérekben egyébként. Borzasztóan el vannak maradva. Akkor borzasztóan el vannak maradva, amennyiben elfogadják azt a diktátumot, ami a... Amiről nem is egészen tudjuk, hogy micsoda. Hogy miről szól, egyfajta reform, vagy nem tudjuk, tehát hogy tulajdonképpen, hogy fogadják el, hogy egy full kreditet adnak az igazságügyi kormányzatnak, hogy hát úgy szervezi át ezt, bizonyos elemeket ismerünk. Ha van rá kérdés, akkor elmondom, amit ismerünk, ha nincs, akkor nem de mondom. De van rá kérdés, mert én de sem tudom, fogalmam van, akkor, sincs. Akkor majd mondom. De szóval önmagában az, hogy egy vezető nyilvánosan levonja a konzekvenciáját a tévedésének. Ez, hát sajnos azt kell mondanom, hogy precedens értékű, ha már bíróságról beszélünk. De az, hogy elmegy egy fővárosi törvényszékről egy márkás bíró, aki ráadásul olyan, hogy is mondjam, bírónak született bíró, ugye két bíró lánya. Tehát ez már Pólyás korában ő nem az akart lenni. Egyértelművé, hogy azért távozik. Egyértelművé tette azt, hogy ez az igazságszolgáltatás nem az az igazságszolgáltatás, amiben ő belenőtt, és amiben ő szolgálni akar. Ez teljesen egyértelművé tette. Ugye a rezsim, hogy maradjak akkor a saját kifejezésemnél, eddig tulajdonképpen bármilyen szektort nézünk, keresztül erőltette az akaratát, akár az akadémiára gondolunk, akár az egyetemekre gondolunk, hogy csak két közkeletet. De mindenütt pusztulás lett belőle. Az nem vitás. De eljut-e az emberekhez ez, hogy ez, ami történik most például a bíróságoknál, hogy ez a tiltakozás, ez az utolsó elem ennek a rezsimnek, amely... Mert nekem ez a problémám, hogy eddig mindent keresztül nyomtak, és Nagy Mártont idézem, az emberek nem tudják, hogy ők milyen jó helyen élnek. Drága ügyvéd, ne vicceljük el a dolgot, ne vicceljük el a dolgot. Ha már a stúdión kívüli beszélgetés
az, amivel visszaél. Igen. Akkor ugye arról is beszéltünk, hogy 82-ben lehetett látni a teljes szétesését annak a rendszernek. Igen. Aki egy picit foglalkozott vele, én akkor kezdőként foglalkoztam, az nyilvánvaló volt, hogy vége van. Nem is állt lábra soha többet. De még 8 de még 7 évig elketyeget. Ilyenkor az ember abban bízik, hogy fölgyorsult. Ezek a folyamatok felgyorsultak. Hát, ha nem 7 év. Tehát, hogy ez lassan azért szétterjed a... Én azt gondolom, hogy tudatosul is az emberekben, lassan. Szóval nyilván van egy hívő réteg, ami volt 82 és 89 között is volt egy hívő réteg, ha emlékszik rá. Igen, hogy nem. Aki rezzenéstelen volt, azt mondta, hogy itt minden rendben van. Ugyan már járt Bécsbe, Párizsba, New Yorkba néha, de visszajött és azt mondta, hogy itt még inkább rendben van. És itt lehet, hogy kicsit szerényebben élünk, de azért jobban. És elmagyarázta, hogy miért. Na most ez a hívő réteg, lehet, hogy egyébként mentalitását tekintve ugyanaz a hívő réteg, ami akkor volt hívő réteg. A biológia megoldotta, hogy nem ugyanazok az emberek, de ugyanolyan mentalitású emberek. Ezek végig hinni fognak, addig, amíg meg nem törik az egész. Tehát abban ne reménykedjen senki. Ugye az a 800 ezer párttag, az szerdáról csütörtökre szublimált, eltűnt. Nyomtalanul a magyar társadalomból. Ugye azt, visszatérek az elejére, a visszaélésemre, tehát azt mondja, hogy vége van, de ez a kifejezés, hogy vége van, az nem egy 7-8 éves távlatra vonatkozik. Nem, én ezt arra értettem, hogy ez a rezsim, igen, az a helyes, ez a rezsim már soha többet nem fog lábra állni. Azért is rontják el, tehát legendásnak nevezték a kommunikációkat, és ebben az évben... Már az sem fog lábra állni. Hát most ez, ami ez a Magyar Péter Mencer, hát ez egy... Lehet ezt sokféleképpen minősíteni, mint hogy minősítik is, hogy most itt kinyert. Egy ilyen iszabbirkózásban persze mindenki koszos lesz. Szóval olyan nyertes, hogy ez tisztán... mint a kristály kipattan a mocsokból, ilyen nem nagyon tud lenni. De inkább engem az érdekel belőle, hogy ha a rezsim már oda eljut, hogy ilyen teljesen kocsmai alpári eszközöket alkalmaz, hogy oda küldi ezt a bohócot, és akkor ez ilyen, hát egy falusi kocsmában sem megengedhető módon viselkedik. Ott is megvan a retorziója ennek, ha valaki így viselkedik. Tehát én tulajdonképpen a legnagyobb elismeréssel tudok csak lenni a bohóc partnerével, hogy visszafogta magát, pedig hát ő is egy impulzív ember. Hogy szóval csak azt akarom mondani, hogy ennek az eszköznek a használata, ez már a legvégső eszközök közé tartozik. Szóval ezután már csak egy szintet lehet lépni, amit remélem, hogy ez a rezsim nem lép meg. Ugye, ami egy kifejezett erőszak alkalmazása lenne, én remélem, hogy ez elmarad. De én szívesebben beszélek a szakmai dolgokról. De akkor ebben mindig ad nekem egy végszót, és azt én nem szeretem elengedni. Paul Landvai, talán ezt említettem is, itt ült, illetve akkor Skype-on beszéltünk vele Bécsből a műsorban, ahol szóba került ez, hogy milyen kimenetele van. Nagyjából ugyanezt mondtam, mint ön, tehát, hogy ennek vége van. Ez jól esik, mert azért igen, ő egy kiemelkedő intellektus. De azt mondta, hogy ő teljesen kizártnak tartja, hogy az Orbán átadja demokratikus körülményeket. Ezt én is kizártnak tartom. Akkor pedig? Ugye a demokratikus körülmények és technikák általi átadás az, amit Biden csinált most. Meghívom, gratulálok, te győztél, próbáljuk meg
átadni, hogyha így ne legyen amit nem törés, a Trump, amit nem csinált, és soha nem fog egy ilyen jellegű személyiség. Ez egy demokratikus átadás a dolog. Ilyet ebben a rezsimben valóban nem lehet várni. Na most ez azért nem azt jelenti feltétlenül, hál' Istennek, hogy akkor vér folyik az utcákon, hanem azt jelenti, hogy egy olyan kényszer kell, hogy kialakuljon ahhoz, hogy ő átadja a hatalmat, aminek nem tud ellenállni. Hát ez a kényszer azért nem mindig fizikai kényszer a politikában, sőt, hát áll a jó Istennek általában nem az. Ugye emlékszik rá, többször beszélgettünk akkor, amikor reálisnak tűnt a kormányváltás a Márki-Zay Péter színrelépése után, és önök, mint ügyvédek és a rendszerváltásban óvó figyelmet fordítók, azon gondolkodtak, hogy hogyan lehet demokratikus módon átalakítani ezt, ami kialakult, ezt a mély államot, úgy, hogy az kétharmad nélkül is jogállami megoldás legyen. Igen. De itt van egy pont, ahol nincsenek jogállami megoldás, még ha kétharmad van, akkor sincs. De most azért én ezt tényleg nem tudom megjövendölni, hogy milyen módon fog ez lezajlani. Hát az egy ember fölötti képességet hát azért kérdezem, feltételez, hiszen ez mindig egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet. De abban, ha ezt mondta, már pedig nyilván ezt mondta Lendvai, akkor biztos, hogy én egyetértek vele, hogy itt egy ilyen elegáns átadás, mint amit példaként hoztam, ilyen kizárt, de azért nem kizárt, hogy a kulturáltságnak bizonyos mértékét csak sikerül megtalálni. Tehát ebben az országban azért, hál' Istennek ez egy, sokszor fölrólják ennek a népnek, mint negatívumát, amikor a túlzott türelmét kritizálják. De azért ebben van nagyon pozitív vonulat is, hogy nagyon ritkán veszti el a minimum mértékét, a kulturáltság minimumának mértékét. Ritkán lépj át. Nagyon ritkán. Térjünk vissza ahhoz, amit ön említett a szakmához. Ön büntetőügyekben dolgozik alapvetően ügyvédként, és a büntetőügyek között vannak jelentős mértékben politikai színezetű ügyek, vagy direkt politikaiak, hogy csak említsek most utoljára egyet a mondjuk Varjú Lászlónak a elítélése és ennek következtében mandátum elvesztése, de előtte ugye Fekete Győr András hasonlóan, tehát hogy lehet-e abban bízni, hogy akkor nevezzük ezt végjáték, ebben a végjátékban azért a kormányzat, a végrehajtó hatalom nem gyakorol erősebb nyomást, még annál is erősebbet, mint amit most feltételezünk, arra, hogy például a politikai ügyekben a bírók úgy döntsenek, mert hiszen megvan a lehetősége, hogy olyanokat, bírókat jelöljön. De azt hiszem, hogy igen, hogy ez a célja, hiszen csak a mentalitásra, ugye a kormányfő azt mondta, hogy elege van a bírói aktivizmusból, igen. És ő föllázad, Magyarország a bírói aktivizmus. Mi ellen lázad fel? Hát jogerős ítéletek vannak nemzetközi bíróságoknál, magyar bíróságoknál, és ezeket nem hajtja végre. Tehát ez a mentalitás, ez nyilvánvaló a tekintetben, hogy a harmadik hatalmi ágat, ugye az igazságszolgáltatás, Külés-Belföldön, azt egy értelmetlen akadályként kezeli. Na most akkor ugye van egy megoldás, hogy megszüntetem, hát azt azért nem lehet,
de hogy birtokba akarom venni, hogy szolgáljon, ne pedig, hogy engem szolgáljon, és ne a társadalmat. És ne a jogot. És ne a jogot, és ne a hatalommegosztásban megtestesülő jogállamiságot. Ehhez birtokba kell venni, de most a ilyen birtokba vételi mozgások azért nagyon jól felfedezhetőek. Leszállította 70 évről, akkor 62-re a nyugdíjkorhatárt. A bíróknál. A bíróknál. Amivel elérte, hogy az összes szakmai vezetőt, tehát kollégium vezetőt és igazgatási vezetőt szinte el tudta távolítani. Beültette a helyébe a sajátjait. Most visszaemeli 70 évre, hogy ezek, akiket beültetett, maradhassanak még tovább. 30 év a bíróvá válás alsó korhatára. Most föl akarja emelni, ha így van, mert ezt a csomagot ezt olyan árnyalataiban ismerjük, felemeli 5 évvel, ami nyilvánvalóan olyan vonzatokkal jár, hogy aki most titkár már, az mondjuk arra számít, hogy még 6 hónapig titkár, vagy egy éven át, és utána bíró lesz, az 5 évet nem biztos, hogy fog várni. Tehát lehet, hogy ott hagyja az egészet, pláne amilyen állapotokat most észlel. Ő bírónak van nevelve, azt várja, hogy ő egy független bíró legyen, de lehet, hogy elmegy. Ezzel szemben ugye megint csak az árnyalatokban ismert tervezetet a kívülről jövőket preferálná, hogy azok váljanak bíróvá. Hát ebbe az 5 éves ablakba ebbe be lehet vinni kívülről mindenféle embert, aki nem úgy nevelődött, hogy ő független bíróvá váljon, hanem esetleg úgy nevelődött, hogy ő úgy szolgálja a rendszert, mint, mit tudom én, a kúriának az elnöke, aki szintén nem bírónak nevelődött. Tehát az látszik, hogy ezekkel az eszközökkel, ezzel az átalakultással, amiben full kreditet kapott most az OBD-től, a kúriától és az OBH-tól, ott olyan elemek vannak, amelyek a bíró állománynak a személyi átalakítását célozzák. Magyarul úgy formázza, hogy ő neki azt tetszik. Így van. Itt ha már ha állománynak az és bocsánat, még egy. Ezeket a dolgok, és akkor erre még épül egy olyan, hogy a járásbíró illetékességét azt az egész törvényszéki illetékességre terjesztenék ki. Tehát magyarul ilyen kóborbírók majd mennek oda, ahol éppen, mint a királyi Magyarországon volt, ugye, hogy utazott a bíró, és akkor amikor odaért, ítélkezett, aztán tovább ment. Ehhez hasonló, ugye ott az egész törvényszéki területen illetékessé válik, tehát kevesebb vezető, és nem azok, akik esetleg kényelmetlenek, hanem azokat föl lehet váltani. Ugye egy rendszer átalakításakor mindig lehetőség nyílik arra, hogy átalakítsuk a vezetést, személyében átalakítsuk. Tehát azt akarom mondani, hogy ezek az elemek, ezek külön-külön mind, ahogy szokták mondani, nem ördögtől valók. Vagy fölemelem a kezdő életkort például, az egyáltalán nem ördögtől való. Valószínű 40 év alatt nem lenne szabad bírónak lenni például, mert kell egy élettapasztalat. De ha az egészet nézem egybe, és azt nézem, hogy ez egy milyen állami működésen belül történik, akkor kirajzolódik az, hogy mit akarnak elérni a bíróság átalakításával. Nagyon sok kérdésem volna még, most egyet hozok ide, kettőt. Az egyik az, hogy
Ugye elterjedt, ugye kijelentették, ön mondta, hogy nem feltétlenül olyan emberek kerülnek oda, akik végzettségük, nevelés, tetésük fogva oda valók. Ugyanez vonatkozik most az ügyészségre legalábbis a hírek szerint, hogy olyan legfőbb ügyészt is lehet találni, aki nem ügyészként dolgozott korábban. Igen, igen. Hogy egy ilyennek milyen célja lehet, és mennyire tudja az igazságszolgáltatást bezavarni? Ez megint az, hogy mibe épül bele. Ha visszaemlékszik rá, az egyetemen fölvetődött mindig politikai gazdaságtan rémes tantárgyám keretein belül, hogy hát mezőgazdasági szövetkezet van nyugaton is, meg nálunk is. Mi a különbség? Az volt a válasz, hogy hát mert ez ilyen szocialista, az meg kapitalista. Na most ez, hogy ki lehet legfőbb ügyész, tény, hogy kiváló legfőbb ügyész is, a legkiválóbb a rendszerváltás óta, ugye Györgyi Kálmán, ő sem volt is ügyész. Úgy került oda, hogy nem volt ügyész. De azt kell mondani, hogy az egy helyes változtatás volt, hogy most már később megszilárdult a rendszer, csak ügyészből legyen legfőbb ügyész. Ha most ezt visszaváltjuk, ennek van nekem betegségtudatom, hogy nem szeretem, amit csinálnak, és ezért egy olyan optikán keresztül nézem. De mi lehet az oka annak, hogy visszaváltunk? Hogy egy garanciát feladunk? Mert az azért egy garancia, hogy az legyen a legfőbb ügyész, aki oda már belenőtt. Nem tudom. Ugye a Pott Péternek 28-ig van még igen. ideje. Velem ez azt mondatja, ez a változtatás, hogy mondom, van betegségtudatom, de azt mondatja, e betegség fennállt a mellett, hogy a Pott Péternek nem látják a 28-ig tartó létezését, és valakit kinéztek, aki meg nem ügyész. Mert különben ennek hát én már nincs, neve, én már nincs, nevet is hallottam. Nincs egyszerűen értelme ennek a változtatásnak. Hát örüljünk annak, hogy a mi szabályozásunk az, hogy a legvezetőbb ügyész az egy ügyészből legyen. Hát, de ráadásul jogilag megteremtették még azt is, hogy 28 után is Pott Péter maradhasson. Igen. Szóval itt az ember valamilyen szándékot keres, mert hát nem őrültekről van szó, hanem többé-kevésbé racionálisan, vagy azt feltételezem, hogy racionálisan gondolkodó emberekről. Az, hogy egy rendszerváltás környékén, ez jó volt úgy, hogy nem ügyészből lett egy legfőbb ügyész, egy Györgyi Kálmán, de hát állítólag már elmúlt 30 év, szóval... Igen. Lehet, hogy összefügg ez a kérdésem, csak időnk nincsen rá, és az ígéretét akarnám venni, hogy esetleg jövő héten folytassuk ezt a beszélgetést, mert ugye ezt ma reggel mondta ön, hogy itt Orbán Viktor az országot kezeli, hűtlen kezeléssel nem vádolható, vagy... Nem, hogy hűtlenül kezeli az országot. Hát, hogy hűtlenül kezeli az országot. Két mondatban ez mit jelent? És tudjuk-e jövő héten folytatni? Azt megbeszéljük, hogy jövő héten. Folytatni tudjuk, az egész igen. biztos. Hát az, hogy hűtlenül kezeli, az azt jelenti, hogy nem hűtlen kezelésként minősül a magatartása, tehát nem a BTK hűtlen kezelése elemeit mutatja föl, hanem azt jelenti, amit magyar nyelven jelent, hogy hűtlenül, nem gondosan kezeli, nem a bonus et diligens pater familiasra vonatkozó szabályok betartásával kezeli, de hát a politikusnál általában nem a hűtlen kezelés szokott fölmerülni, hanem más jellegű bűncselekmények, ha egyáltalán bűncselekmények fölmerülnek. Hát folytassuk innen. Jó. Ez izgalmas, ugyancsak. Ha egyáltalán, igen. Bárándi Péter, köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.
Németh Péter vagyok. Bánó András vagyok. Bogyarák Anikó vagyok. Bolgár György vagyok. Lampi Ágnes vagyok. Az a kérésem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ha tetszettek a videóink, akkor lájkolják és osszák meg ezeket. Várjuk véleményeiket, hozzászólásaikat a videó alatt. Kérem, támogassák a Klik TV-t. Nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmüket, és tartsanak velünk továbbra is.